Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata az elkövetkező hónapokban mintegy 620 millió forintot fordít belterületi utak felújítására a márciustól júniusig tartó időszakban. Az önkormányzat az elmúlt években látványos út- és járdafelújítási programot indított, amely kiterjedt mind a bel- és külterületi utakra, mind pedig a járdákra. Az önkormányzat elkötelezett abban, hogy a város közterületeinek minőségét és biztonságát folyamatosan javítsa. A város több pontján jelenleg is zajlik az út- és járdafelújítás. A kivitelező tájékoztatása szerint a héten az Ószülő utcán a csapadékcsatorna fedlapok színbeemelése zajlik a főpályán és keresztező utaknál teljes pályán, a kiemelt szegélyek fugázása, akna kiablakolások kialakítása, folyamatos fugázás és beton utókezelés, valamint folytatódik a kapubeállók és térköves felületek helyreállítása, illetve az útcsatlakozások és járdacsatlakozások profilmarása. Tervezetten május 10-től az aszfalt alap kötőréteg építése várható jobbpályán, fokozott forgalomkorlátozás mellett. A Fürdő utcán a kapubeállók és térköves felületek helyreállítása szintén folyamatos. A Berenát utcán az ívek és aknakiablakolások kialakítása zajlik, valamint fugázás és betonutókezelés. Mindháromnak esetében folytatódik a héten a kiemelt szegély építése. A munkálatok pedig tervezetten a szombati napon is zajlanak, 8 és 16 óra között. A forgalom a Berenát és Fürdő utca esetében a munkavégzéssel érintett szakaszon félsávon haladhat majd. Az Ószülő utcán pedig továbbra is egyirányúsítás van érvényben, a Garibaldi utca felől a Csalóköz irányába. A kivitelező kéri a lakosságot, hogy autóikkal ne parkoljanak a munkavégzéssel érintett területen, ezzel is elősegítve a gyors és hatékony kivitelezést. A pályázati forrásból megvalósuló felújítási munkálatok várhatóan júniusra fejeződnek be. Mind a városvezetés, mind a kivitelezők kérik az ott lakók és arra közlekedők türelmét és megértését.